Sziasztok, Iszak Eszti vagyok, itt vagyunk a Joy címlap fotózáson, és szuper a hangulat, nagyon bulis képek készülnek egy csodálatos tábbal. Először is nagyon megtisztelő, hogy újra visszatérhettem a Joy címlapjára, és ez nekem már akkor is nagyon megtisztelő volt, most pedig nagyon jó érzés, hogy újra rám gondoltak, így hogy 25 éves a Joy. És hát szuper volt a hangulat, igazából ilyenkor én mindig úgy jövök ide, hogy tudom, hogy profistább vár, szóval csukott szemmel elkészülök, beállok a kamera elé, és azt a hangulatot hozom, amit így a csapat energiáiból begyűjtök. A házi buli szorol alapvetően Sophie Marceau jut eszembe, és a film, de nyilván most már az elmúlt években mi is inkább házi bulit szoktunk tartani a barátainkkal, mert kevésbé érezzük ezt a diszkó feelinget, hogy mi elmenjünk szórakozni, tehát hogyha összejövetel van, meg szórakozás, akkor inkább a házi buli hangulatát szeretjük, de hogyha már házi buli van, akkor nem úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon szofisztikáltan ülünk és sajtot kóstolunk, hanem azért ott is felszabadultan érezzük magunkat. A házi buliról most többek között eszembe jutottak a suli bulik, amit még általános iskolában tartottunk, vagy hát tartottak nekünk tulajdonképpen így alsóban, felsőben, és én akkor meg voltam győződve róla, hogy a hajkreppel, és ez egy nagyon menő dolog, és a kék szemhéj minden nélkül, tehát szempilla, spirál és minden nélkül, az is fantasztikusan néz ki. Visszanézve a képeket, azért ezt már nem pontosan így gondolom, de hát akkor ezek álltak rendelkezésemre, hogy volt egy ilyen kis kék szemceruzám, azzal besatíroztam a szemhéjem, és azt gondoltam, hogy én vagyok a bál királynő. Nehéz kiválasztani a kedvencetemet a fotózásra, mert mindegyik nagyon tetszett, mindegyiket nagyon közel éreztem magamhoz, de talán, hogyha egyet kellene mondanom, akkor az az ezüst szett volt, rózsaszín melltartóval, azt imádtam. Meg tulajdonképpen mindegyik részét szerettem, tehát nekem annyira izgalmas, hogy ülhetek egy asztalon, egy kézalakú székben, tehát annyira szürreális dolgok történnek ilyenkor velem, amit egy átlag ember, akit mondjuk nem fotóznak Joy címlapra, nem élhet át. Szóval én ezeket mindig nagyon élvezem és élem, hogy teljesen szürreális környezetbe kerülök. Nekem a Joy szóról, vagyis az örömről a barátaim és a családtagjaim jutnak elsősorban eszembe, a naplemente. Nekem az egy olyan boldogságot okoz, amikor megnézhetem, hogy nem az elmúlás jut róla eszembe, hanem inkább az újjászületés. Ezen kívül pedig a zene. Imádom a zenét, és hogyha rossz hangulatban vagyok, akkor valahogy mindig, hogyha egy jófajta zenéhez nyúlok, akkor az feltölt életvidámsággal. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen őrült kellékek kerültek még a fotózáson a kezembe, akkor nézzétek meg a Joyba készült képeket, és olvassátok el az interjút is. Sziasztok!